Köszöntöm a nézőket. Elkezdődött a Mátyás Corvinus Kollégium felvételi időszaka. Ezzel kapcsolatosak a vendégeim itt a stúdióban, Östör Anna Mária, az MCC Székesfehérvári kirendeltség vezetője, és Szabó Bakos György, középiskolás koordinátor. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Köszönjük szépen a meghívást. Fogunk beszélni majd a felvételi időszakról nyilván, de szerintem sokan ismerik már a Mátyás Corvinus Kollégiumot, de sokan biztosan nem. Mi is ez a Mátyás Corvinus Kollégium? Azt azért tudjuk róla, hogy tehetséges diákokat karolnak föl, és az ő tehetségüket gondozzák. Valóban egy tehetségkutató program, amelyik most már 25 éves múltra tekint vissza. 25 évvel ezelőtt egy családi kezdeményezésből, a Tombor család kezdeményezéséből alakult ki, akik egy nyári tábor kapcsán gyűjtötték össze a Balatonnál, Tihany környékén ezeket a tehetséges gyermekeket, és annyira jó lett az ötlet, hogy továbbfejlesztették ezeket a táborokat, továbbra is bonyolították, aztán Budapesten először egy lakásban gyűjtötték össze a tehetséges diákokat, egyetemista képzéssel kezdtek. Aztán kaptak helyszínt a Somlói utcában Budapesten, egy volt munkásőr laktanyába költözhettek be, úgyhogy jelenleg is ott van még az MCC központja. Aztán szépen lassan terjeszkedett az MCC, a különböző korosztályokat is bevonták, fiatal tehetségprogram indult a felső tagozatos diákoknak, és utána a középiskolás program. Most már 22 városban van MCC, egy hirtelen nagy növekedés lett a múlt évben, és ennek az eredményeként Székesfehérváron is, mint megyeszékhelyen elindulhatott ez a tehetséggondozó program. Ez ugye 2021. januárjában, ugye, akkor történt, amikor elindult itt Fehérváron? Igen, akkor indult az első osztály, 5. osztályosok. Úgyhogy nagyon aranyosak, most már ők egy, hát ilyen keresztfél év szerű oktatásban vettek részt, szeptembertől pedig már két általános iskolás korosztály tanul nálunk. És hát ugye elkezdődött a felvételi időszak, milyen korosztályt szólítanak meg, ilyenkor hogyan történik a felvételi időszak? A mostani felvételi időszak a középiskolásoknak szól. Eddig is voltak már középiskolások, korábban online formában is részt vehettek, de Budapestre kellett járniuk, és amint létrejött a Székesfehérvári Központ, akkor itt most már helyben is felvételiteket hirdettünk, és helyben is vannak programok számukra. És most már egy felvételi időszakon túl vagyunk, elég sokan vannak most már a programban. Az első célkitűzéseket szerintem sikerült véghez vinnünk, tehát nagyban növekedett a létszámuk. Nyár folyamán aztán már saját táborokat szerveztünk, beindultak a klub délutánok, és most pedig egy újabb felvételi időszakot hirdetünk. Már egy közösség kialakult, egy mag, ezt szeretnénk még bővíteni, további létszámbővítést elérni, és a most induló felvételi időszakban szeretnénk megszólítani még több tehetséges diákot a városban. Milyen korosztály az, aki jelentkezhet, és hová kell jelentkeznie, vagy hogyan? A középiskolás program nem úgy működik, mint a fiatal tehetségprogram, abból a szempontból, hogy itt nem csak 5. évfolyamon lehet csatlakozni a programhoz, hanem bármelyik korosztály a középiskolás, 9-től 12. évfolyamig bármikor lehet csatlakozni. Tehát igazából mindenkit várunk, aki érdeklődik a program iránt, és a jelentkezéshez igazából egy pályázatra van szükség, ami egy esszé megírását takarja bármilyen témában, tehát egy olvasmány, egy film, egy színház élmény kapcsán egy másfél oldalas esszét kell feltölteni, kp.mcc.hu oldalon ott van a jelentkezés felülete. Mennyi ideig tart ez az időszak? Meddig lehet jelentkezni? A mostani felvétel időszak az január végéig tart. Tehát addig, aki indítatást érez magába, az akkor leadhatja a jelentkezését. Visszajeleznek, nyilván azért értékelik ezeket az esszéket, persze, gondolom, és akkor csinálnak egy rangsort, hogy ki az, aki bekerülhet. Amúgy van-e valami létszám határ, amit így gondoltam? Jelenleg még nem értük el azt a létszámot, amit szeretne az MCC országosan, úgyhogy jelenleg még várunk diákokat, amint majd eléri, akkor nyilván lesz majd egy olyan, hogy azt mondják, hogy így elég is a kapacitásunkat elértük, de jelenleg még nem tartunk itt.
Mi egyébként az MCC-nek a lényege? Miért válaszza azt egy szülő vagy egy diák, hogy ha tehetséget érez magában, vagy látja a gyerekében, hogy tehetséges, hogy egy ilyen plusz képzésben vegyen részt? Az MCC azt szokták mondani, hogy ahol az iskola véget ér, ott kezdődik az MCC. Egy olyan lehetőséget ad a tehetséges diákoknak, hogy plusz tudást, plusz információkat szerezzenek. Ez elsősorban egyébként társadalomtudomány. Tehát nem kifejezett műszaki tudományok, hanem a társadalomtudományok, a bővebben vett társadalomtudományok. Tehát nem csak a jogról, közgazdaságról hallanak, hanem nagyon fontos a gyermekek személyiségének fejlesztése is. Az, hogy ők ezt a tehetséget jól hasznosítsák, jól osszák be az idejüket. Ami az a személyiségfejlesztés egy, hát most nagyon talán divatosan is hangzik ez a Develent program, de ez is az oktatás és a nevelés része. Ez is nagyon fontos. Azt akartam éppen mondani, bocsánat itt, hogy közbe vágtam a szobába, hogy én most a gyerekeimmel látom, hogy az egyik legfontosabb, így a tanulásukat tekintve, hogy nem tudják normálisan beosztani az idejüket, vagy olyan túlterhetnek érzik magukat, és nem, tehát hogy nyilván ezt megtanulnak akkor ezek szerint az MCC-ben a gyerekek tanulni, tehát hogy hogyan is tudják azt a tudást, amit előírnak számukra, normál módon megtanulni. Sőt, kifejezetten az időmenedzsmentet is tudják tanulni. Tehát ez is egy olyan tudomány, amit el lehet sajátítani. Nagyon kell figyelni, a tehetséges gyermekek azért általában mindent szeretnének csinálni, mindenből a legjobbak szeretnének lenni. Természetesen a teherbírásuk is azért sokkal nagyobb, mint egy átlag gyermeké. De hát azért ezzel is jól kell tudni gazdálkodni. Úgyhogy ezekben is tud segítséget nyújtani az MCC. Azzal egyébként, hogy már ötödikes kortól részt vehetnek a képzésben, az oktatásukban és a nevelésükben ez előbb-utóbb egymásra épül. De egyébként az MCC-nek ugye Székesfehérváron a fiatal tehetségek, az általános és középiskolás képzés van, de az egyetemi központokban, tehát Budapest, Győr, Szeged, Pécs, Miskolc, Debrecen egyetemi képzés is folyik, ahol a beiratkozott hallgatók vehetnek részt ezeken a plusz képzéseken. Ott nagyon komoly felvételin vehetnek részt a gyermekek, hiszen csak így zárójelben mondom, hogy a kollégiumi elhelyezésüket is ingyenesen biztosítja az MCC. És akkor itt tudunk szót ejteni arról, hogy egyébként ezek a képzések teljesen ingyenesek a diákok számára. De az egyetemi program befejezésével sem engedi el a kezüket. Részt vehetnek utána a vezetőképző akadémián, posztgraduális képzéseken, posztdoktori képzéseken. Tehát ez egy életpályát kínál nekik. Ugye ez egy iskolán kívüli rendszerben történik ez a képzés. Hogyan kell elképzelnünk egyébként így a képzéseket, vagy az órákat? Ezek online-ok is lehetnek, vagy mindenképpen személyes találkozóra kell gondolni? Még visszatérve egy gondolat elég a középiskolás programnál, hogy a pályaválasztás is egy nagyon fontos szempont, tehát amellett, hogy időmenedzsment. Nagyon fontos, hogy tudatosan szeretnének készülni a pályaválasztásukra, ebben is nagy segítséget tud nyújtani az MCC, tehát hogy megtalálják azt a területet, ami tényleg számukra való, és ne vesztegessék az idejüket esetleg olyanra, ami kiderül a későbbiekben, hogy nem az ő útjuk. Ebben, hogy tudatosan készüljenek, van monitoring rendszer, visszajelzés számukra, pszichológusok foglalkoznak. Most éppen pályaválasztási tanácsadás kapcsán jönnek pszichológusok jövő hétvégén a klub délutánra. És akkor itt magáról a képzésről, hogyha beszélhetnék, tehát van az online rendszer, ezek a kurzusok, amiket ők választanak, ezt vannak fönt vezető oktatók, ők irányítják ebből a szempontból különböző témákban, ami elhangzott is a közgazdaságtan, jog, de pszichológia, irodalom, történelem, vagy olyan készségek, mint íráskészség fejlesztése, ezeket mind végezhetik, és
nem egymásra épülő rendszer, tehát ami érdekli őket, és akkor, amikor érdekli őket, tehát nyugodtan passziválhatnak, hogy most nincsen rá idejük, nem szeretnének foglalkozni, nincsen semmi következménye a programban. A másik, vannak a különböző egyetemi városokban úgynevezett KP szombatok, ezekre ők elmehetnek. Fehérvárról adott, hogy Budapestre szoktak járni, de vannak diákjaink, akik Győrt jelölték meg, vagy Pécsre szeretnének menni, oda is nyugodtan megtehetik, vagy múltkor például Debrecenben voltunk kirándulni, akkor a debreceni KP szombaton vettünk részt. Ezek az alkalmuk úgy épülnek fel, hogy ezek sem kötelező menni, hanem hogyha érdekli őket a téma, akkor elmennek rá, és az a feltétel van egyedül a rendszerben, hogyha ő egy adott kurzust visz, és szeretné elvégezni ezt az adott kurzust, amit kiválasztott, vagy mondjuk közgazdaságtan kurzus, akkor abban a fél évben két KP szombaton vegyen részt. És akkor itt helyben pedig a közösségépítésen nagy hangsúlyt fektet az MCC, az az a lényeg, hogy fogjuk össze ezeket a diákokat, egymástól is rengeteget tudnak tanulni, és közösségként pedig közösségteremtésre alkalom a klubdélutánjaink, itt a városban most péntekenként tartjuk őket, ezekre előadókat hívunk, vagy saját programokat szervezünk rá, amire éppen igény van. Illetve beindultak nyelvi képzések is, ezek is ingyenesek, tehát aki szeretné fejleszteni, elsősorban beszédkészséget fejlesztenek ezek a nyelvi képzések, ezekre is jelentkezhetnek, jelenleg angol és német nyelven futnak ilyen kurzusok. És akkor ez is akár lehet online, ez az idegen nyelvi képzés? Ez nem, ez a hely, a központunkban van, még nem is hangzott el, a Grand Inkubátor, ez a jellegi központ Székesfehérváron, és ott adjuk a klubdélutánokat, oda jönnek az előadóink is, és a nyelvi képzések is ott zajlanak. Nekem most 10. osztályos a kislányom, aki még hát ugye pályaválasztás előtt áll, akkor ő most jelentkezhet akár egy ilyen eszélyírásával, hogy most van a felvételi időszakunk, jelentkezzen. És akkor majd kap egy visszajelzést, hogy bekerült-e, vagy nem van. Került-e be. Egy adatlap kitöltése mellett csatolja az eszéjét, ezt kijavítjuk és visszajelzünk. Ugye itt már volt szó arról, hogy középiskolásoknak mi minden van. Ugye 5. osztályban, vagy 5. osztályos korosztálytól indult el itt a Fiatal Tehetség Program Székesfehérváron. Ő nekik is hasonló módon van egyébként így a képzés? Nekik is akkor ott a Grand Inkubátorházban vannak találkozók? Igen, igen, nekik is a Királysoron. Ők két hetente mindenképpen személyes oktatáson vesznek részt. Ez egy élmény alapú pedagógia, tehát kifejezetten olyan képzéseket, kurzusokat nyújtunk, amikre az iskolában kevesebb lehetőség van. Tehát tanultak mondjuk újraélesztést, rejtélyes építészet órán, megalkottak egy épületet, és akkor utána elmentek most. Például az egyházi látogatóközpontban voltak, ez volt a témájuk, de szépen beöltözve fehér köpenyben, élménybiológián például sertésszívet boncoltak. Tehát abszolút megtapasztalhatják, hogy melyik tantárgy végül is micsoda. És ezt szórakozva, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy például közben a Haleszba megyünk egy nagyobb játékra, hogy egészségesek is legyenek ezek a gyermekek, az étkezésük is, kivisszük őket a levegőre közben. Tehát abszolút egy élmény alapú tanítás. Nekik is vannak közösségi programjaik, kirándulások, táborok, lent Révfülöpön is voltak. Tehát abszolút egy szórakoztató tanulásról van szó. De természetesen ők is kapnak e-learning tananyagot, amit aztán ők otthonról is meg tudnak csinálni, és ezt Budapesten javítják ezeket az e-learning tananyagokat. Tehát akkor kapnak egy értékelést is, ugye így a diákok, gondolom én az elvégzett év vagy a kurzus során? Minden év végén mindenki személyre szabott értékelést kap az elvégzett munkájáról. Ugye itt mondta, hogy van a kirándulások, ugye a Halasz Parkba is viszik őket ki. Akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy akkor ezek hétvégén vannak ezek a kurzusok? Vagy hétköznap is? Ez szombati nap, tehát most már azért január óta járnak a most már 6-asaink, és ők nagy lelkesedéssel jönnek szombaton 9-től 4 óráig egy kvázi iskolába.
Tehát ők ezt tényleg élvezik. Mennyien vannak egyébként most itt? 25-en vannak. Tehát egy kicsit ez úgy néz ki, hogy a létszám eléggé meghatározott a fiatal tehetségprogramban, tehát 25 gyermeket tudunk felvenni. Ez kötött. Ők egy logikai tesztet írnak, tehát nem tudásalapú, itt sem a felvételi, nem az elsajátított tananyagra vagyunk kíváncsiak, hanem egy logikai tesztet írnak, utána pedig egy pszichológus vezetésével egy csoportos foglalkozáson nézik a tanulók terhelhetőségét, tehát hogy mennyire alkalmasak ők ebben a programban a részvételre. Ugye a szombatok azért hát egy család életében azért meghatározóak, hogy így a család együtt van, de hát nyilván fontos az is, hogy a tehetséget kiemeljék és gondozzák. Az, hogy mennyit lehet hiányozni, az megvan-e szabva? Vagy minden egyes alkalommal azért illik megjelenni? Két alkalom, ami lehet hiányozni, de nem jellemző. Mi jellemzi az oktatókat? Kik azok, akik oktatnak akár a középiskolás korosztályt, akár pedig itt a Fiatal Tehetségprogramban ugye az 5. osztályos korosztályt? Az MCC-nek nagyon szigorú minőségbiztosítási rendszere van. Tehát az oktatókat ők központilag küldik, és ők minden szombaton más városban tanítanak. Tehát mindegy, hogy valaki Debrecenben, vagy Pécsen tanul, vagy Szekszárdon, ugyanazt a színvonalas oktatást fogja kapni. A KP-re ugyanez jellemző, tehát akár egyetemi oktatókkal, tehát megvan egy adott bázisunk, amiből lehet választani, a diákokat is belevonjuk ebbe, tehát hogyha valami érdekli őket, akkor azt az adott előadót hívjuk el. Ugye nagyon fontos, és szerintem még egyszer jó, hogyha elmondjuk, hogy ez egy ingyenes képzés, de az emberek ilyenkor felvetődik a fejében az a kérdés, hogy mi van ilyenkor a tankönyvekkel? Vannak-e tankönyvek, vagy miből tanulnak, vagy hogyan tanulnak a diákok? Én egy tankönyvet láttam a Fiatal Tehetség programban, az angolos kis diákok kaptak egy ilyen társalgást segítő, de természetesen azt is ingyenesen kapták az intézménytől. Én ennyi tankönyvet láttam náluk, egyébként pedig a jegyzeteikből dolgoznak, úgyhogy tanulnak tanulni. A KP nyelvi kurzusának még tankönyv sincs, tehát ott cikkeket elemeznek, és azokat dolgozzák föl beszélgetve, úgyhogy nem jellemző. Nyilván, hogyha egy kurzust veszünk, tehát egy közgazdaságtan vagy jogi kurzust, ott biztos, hogy vannak ilyen könyvek, anyagokat kapnak, és ez alapján kell aztán valamit visszaküldeniük, tehát nyilván ezek már egyetemi szintű dolgok, amikkel részt vesznek, de az itt helyben meg nincs. És van egy nagyon érdekes dolog, az MCC nagyon komolyan veszi azt, hogy valaki mennyire tud saját magáért kiállni, mennyire tud érvelni, úgyhogy működik egy úgynevezett vita akadémia. És nagyon sok oktatásban, a kurzusokban ez a szisztéma, ez jelentkezik. Tehát például én tudom, hogy Gyuri olyan angol órákat tartott, ahol bizonyos kérdéseket angolul, ilyen tételmondatokat felírtak, és arról vitatkoztak a gyermekek angolul. De természetesen ezt magyarul is meg lehet tenni, hiszen ez is az érvényesülésnek, a karriernek egy fokmérője, hogy valaki hogyan tud kiállni magáért, hogyan tudja önmagát menedzselni, és ebben is segít például a Vita Akadémia. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy milyen akadémiák vannak, mert azért van jó pár akadémia így egyébként az MCC-n belül. Hát ha valaki felmegy az MCC honlapjára, és megnézi ezeknek az intézeteknek a vezetőit, az oktatóit, akkor azért szerintem nagyon, nagyon meg fog döbbenni a színvonalától. Például februárban jön majd hozzánk Kozma Vízkeleti professzor, aki a pszichológiai műhelynek a vezetője, Litkei Máté, hiszen intézetek is vannak, a Klimapolitikai Intézet tartozik például az MCC-hez. Az ő vezetője fog környezetvédelmi témában előadást tartani. Tehát valóban rangos előadókat tudunk
Igyekszünk mi is Fehérvárra meghívni őket, nem csak a gyerekekhez, hanem úgynevezett szakmai, városi programokat szervezünk. Már itt a Fehérvár TV-ben is találkozhattak előadóinkkal. Elég talán, ha a Porkoláb Imrét említem, aki egy igazi nagy ágyú a saját szakmájában, és egyébként pedig egy fergetegesen jó előadó. Úgy tudom, hogy az ő előadását meg tudták nézni a kedves tévénézők. Ezeket az előadásokat meghirdetjük, regisztrációhoz kötjük, főleg ugye itt a járványügyi szabályokra is nagyon kell figyelnünk. Tehát ezek egyszerű internetes regisztrációhoz kötött előadások, de szeretnénk a városnak is nyújtani ebből a szellemi tőkéből. Igen, és hát tényleg voltunk már többször kint forgatáson, más előadássorozatok formájában, ugye volt a Szülők Akadémiája, ez pedig egy másik volt. Azt láttam a Szülők Akadémiáján, hogy azok a szülők, akik szeretnék, hogy a tehetséges diákokat gondozzák, ők maguk is fontosnak érzik, hogy ők jelen legyenek, és meghallgassák az előadásokat, amiket akár pszichológusok tartanak. Gyuri az igazi pedagógus, de én, mint szülő, úgy érzem, hogy néha nekünk is nehéz lépést tartani a gyerekekkel. Mai gyerekek olyan hihetetlenül tájékozottak, mindenről már hallottak. Úgy érzik, hogy ők mindent tudnak, tehát azért valamennyire nekünk is képben kell lenni, és fel kell készülni arra, hogy hogyan tudunk ezzel lépést tartani. Jól látom? Így van. De mondjuk a FIT-nél fontos, ez nagy hangsúlyt vetnek erre tényleg a szülőkkel való kapcsolatra. A középiskolás diákoknál ott inkább az, hogy ők már önállóan próbálják meg intézni az életüket, tehát ott az erősebb vonulat. De szerintem azért a középiskolás diákok szüleinél is, például most, amikor a múltkor a Halmai Linda tartott előadást a fiatalok párválasztásáról, hogy azért az nagyon fontos, hogy egy szülő hogyan vesz részt egy gyermeknek az életében, akár a párválasztás tekintve is. Tehát tényleg ezek nagyon hasznos előadások, azt gondolom. Nagyon fontos a segítő környezet, hiszen közösségben élünk, és mi erre a közösségre is szeretnénk felkészíteni a gyermekeket, de hát azért az alapja elsősorban mindennek a család. És azért ők mégiscsak még gyerekek, tehát hiába önállóak a középiskolás diákok is, azért egyáltalán nem mindegy, hogy a szülő mennyire tudja őt támogatni az ő életpályájában, karrierjében, abban, hogy milyen döntéseket hoz. És azért nem árt, ha a szülő is erre egy kicsit felkészül. Ami még ennek kapcsán eszembe jutott, hogy Székesfehérváron vannak egyetemek, nagyon sok egyetemista él itt, úgyhogy most ez a következő lépcsőfok, hogy az egyetemistákat is próbáljuk a programjainkba belevonni, hiszen ők is rengeteg olyan információt, hasznos előadást, angol nyelvű előadásokat hallhatnak például, ami az ő számukra is nagyon hasznos lehet. Úgyhogy ezt mindenkinek vannak céljai, feladatai, de ez most egy következő feladatunk lesz. Igen, mert arról még nem is kérdeztem, tehát az egyik legfontosabb kérdés talán, hogy miért került Székesfehérvárra az MCC? Ugye, mint elmondta, ugye több mint 25 éve van már Magyarországon a Matthias Corvinus Kollégium, de Székesfehérvárra most idén került. Miért volt olyan fontos, hogy legyen itt is egy ilyen a diákok számára? Első volt az újonnan induló központok közül a megyei jogú városokban. Azt hiszem, ez egy gesztusa az MCC-től. Ezzel elismerve Székesfehérvár múltját, jelenét, azon törekvéseit, hogy minél többet tudjanak adni a városlakóknak. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy mennyi utat újítunk fel, és mit építünk, hanem van szellemi tőkénk, szellemi örökségünk is, és ez is nagyon fontos. Most, ha jól értettem, akkor középiskolásokat keresünk, ugye? Most elsősorban, a felvételi időszakban. Ilyenkor akár kimennek középiskolába és tartanak előadást, vagy hogy kicsit közelebb hozzák a kollégiumot? Amennyire a járványhelyzet engedi jelen pillanatban. Ez az előző időszakban, felvételi időszakban is nehézkes volt. Ennek ellenére sikerült eljutnom iskolákba, és jelenleg 80 középiskolás programban részvevő diák van már a városban.
Most már el lehet mondani, hogy vannak olyan iskolák, ahol visszajárok, és vannak olyanok, ahol még csak most jutottam be először, és az időpontok már gyűlnek, tehát persze megyek osztályokhoz, a személyes jelenlét nagyon fontos, tehát az előző időszakban is azt mutatta, hogy ha online próbáltam elérni a diákokat, ez nem igazán volt hatékony, tehát az, hogy személyesen az iskolákba elmegyünk, ott elmagyarázom, hogy mi ez a program, és így jönnek a jelentkezők. Ugye mondta, hogy 80-an vannak most ugye középiskolás korosztályból, ugye 9-től lehet jelentkezni. Lehet-e tudni, hogy kik azok, akik a leginkább érdeklődők? Tehát, hogy mondjuk így a 9-esek tényleg, akik még nagyon a pályaválasztás előtt állnak, vagy mondjuk a 11-12-esek? Nem lehetne különbséget tenni, tehát nagyon vegyes a társaság, aki jár. Egy kemény mag kialakult, köszönhetően tényleg az olyan közös programoknak, mint a táborozás, tehát van, akik rendszeresen járnak, van, akiket még nem sikerült így megnyerni, de hát nyilván ezért vagyunk, még csak most indultunk, majd a különböző programok remélhetőleg megnyerik őket, de a program nem is várja el, tehát a középiskolás program nem teszi kötelező azt, hogy ők jöjjenek, tehát ebből a szempontból nehezebb is így megszólítani őket, tehát tényleg a programon keresztül lehet, és hogyha növekszik a létszámuk, akkor remélhetőleg még többen lesznek majd ott a különböző rendezvényeinken. Mondjuk tudom, hogy Fehérváron ugye még hát viszonylag új, mert ugye január óta van jelen az MCC, de az biztos lehet tudni, hogy így az országon belül mondjuk azok, akik 5. osztálytól kezdve vesznek részt a tehetségprogramban, vagy a középiskolások, hogy aztán hova jutnak el, tehát hogy mindenki, amit eltervezett, azt nagyjából meg tudja valósítani továbbtanulás szempontjából. Általában bekerülnek azokra az egyetemekre, ahova ők szeretnének, és az MCC-vel a pályaválasztás egyrészt már könnyített, tehát reméljük, hogy ezek a gyerekek oda kerülnek, ami nekik való, hiszen megismerkedhetnek a különböző irányokkal, és már azt ki tudják zárni, hogy mi az, ami nekik biztosan nem való. Tehát reméljük, hogy jó helyen vannak, folytatják ezeket a képzéseket, külföldi ösztöndíjakat tudnak elnyerni az MCC-ben, és ez nem úgy működik, mint mondjuk más ösztöndíjak, ahol a gyerek egy évre kiköltözik, és nem igazán tudjuk, hogy mit csinál, hanem itt ez úgy működik, hogy kiválaszt egy őt érdeklő kurzust mondjuk Németországban, és az MCC leszervezi. Kimegy, és egy ottani professzor, oktató, őt mentorálja, egy-két hónapot van kint, és így hazajön. Abban a saját maga választott témában mélyülhet el, amiben ő szeretne, és ez nem zárja ki, hogy egy fél év múlva megpályázzon egy ugyanilyet mondjuk angol nyelvterületre. És akkor ez is ingyenes esetleg? Tehát, hogy ez azért ösztöndíj, mert hogy itt mindent akkor az MCC az el. És igazából ez is talán abban segíti ezeket a diákokat. És azt kell mondjam, hogy így Magyarországot is, hogy ezek a gyerekek ne kint maradjanak. Ne az legyen a céljuk, hogy ők külföldön dolgozzanak valahol, hanem azért egy értéket is képvisel az MCC. Tehát az a cél, hogy ezek a gyermekek felkészüljenek, mindent megtanuljanak, amit csak lehetséges, és utána jöjjenek vissza, és itt Magyarországon hasznosítsák azt a tudást, amit megszereztek. Még akkor a Györgyet kérdezem, hogy akkor, és akkor ugye a középiskolás korosztály, ugye mondjuk a Mária mindent összefoglalt, de hogy akkor, hogy vannak-e ilyen visszacsatolások már így az MCC-be, hogy akkor az jó egyetemekre kerülnek be azok, akik ebben a programban részt vesznek? Általában mondjuk pont most jön egy diák, aki az egyetemi programból érkezik vissza, és lesz egy felvételi időszak a középiskolásoknak, de neki tájékoztatót tartani. Tehát többen vannak, akik Fehérvárról már bekerültek, de igazából akkor lehet majd ezt jól lemérni, hogyha tényleg végigfutott egy fites korosztály, és aztán ők csatlakoztak a középiskolás programba, és aztán milyen kimenet volt. Tehát eddig nagyon esetleges volt, hogy vidékiek az MCC-ben hogyan érvényesültek, hogyan jutottak tovább. Innentől kezdve egy közösség, tehát épül a városban, és aztán innen pedig hova jutnak tovább. Innentől sokkal könnyebb lesz ezt lemérni. Akár a
középiskolás programba való bekerülésnél is. Tehát, hogyha elértünk egy létszámot, és már jönnek felnövekvő fites diákjaink, akkor nyilván egy folyamatos utánpótlás lesz, és abból pedig egy széles KP-ból aztán megint leszűkül egy egyetemi programba való továbbmenetel. Most ugye a középiskolás korosztályt keresik január végéig, és akkor az általános iskola felső tagozatosai számára ott mikor kezdődhet ez a felvételi időszak, vagy mikor van? Nyáron. Az egy nyári felvételi, ott augusztus végén zárul majd a felvételi időszak, és szeptember-október elején tudnak kezdeni. Igen, mert ugye a FIT az mindig mint egy évfolyam indul. A KP-ban mindig van egy tavaszi felvételi időszakunk, és egy téli felvételi időszakunk is. És akkor a képzések mikor kezdődnek? A január végéig van a felvételi időszak? Kurzusok ezek, tehát a képzések úgy van, hogy van a képzési időszakok, minden fél évben van egy képzési időszak, 16 hetes képzési időszakok. Ebben a kurzusok változhatnak is, tehát van olyan, ami 4 hetes kurzus, van ami 8 hetes kurzus, van ami egymásra épülő kurzus, az mondjuk fölveszi az egyiket, utána a másikat, ez végig 16 hétig csinálja. Tehát ebben változó, és ezt ők döntik el, hogy mikor veszik föl az adott fél évben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak itt a stúdióban, és jobban megismerhették, én is jobban megismerhettem, és nézők is a Mátyás Corvinus kollégiumnak a működését, a képzéseit, a kurzusait, és hát a legfontosabb, hogy akkor a felvételi időszak az elkezdődött, és január végéig akkor akár egy SZCV beadásával lehet jelentkezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak a stúdióban. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, tehát a Mátyás Corvinus kollégium felvételi időszaka elindult, egészen január végéig tart. Vendégem volt a stúdióban Östör Anna Mária, az MCC kirendeltség vezetője itt Székesfehérváron, és Szabó Bakos György, a középiskolás koordinátora az MCC-nek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!